Könyvbemutatót tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban, ahol az Erőszakkutató Intézet legújabb kiadványát ismerhette meg a közönség. Az Erőszakkutató Intézet a Clio Intézetnek a jogutódja. 2018 óta működünk, a névváltozás pedig 2023. augusztusában volt. Az intézetnek a profi azonban mindig is ugyanaz maradt. A 20. századi magyar rendszerváltások, polgárháborúk történetének az erőszak történeti aspektusait vizsgáljuk, egészen 1918-tól 1989-ig, és a Kárpátaljai Tanácsköztársaságnak az erőszak konfliktusai is ide kapcsolódnak. A Tanácsköztársaság Kárpátalján című könyvet megelőző kutatás célja az volt, hogy képet adjon a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyék 1918 és 1921 közötti erőszaktörténetéről. A Tanácsköztársaság erőszaktörténeti aspektusai Kárpátán eddig teljesen még iratlanok voltak, egy teljesen szűz területről beszélünk. Olyan iratokat tárt fel Kosztió Gyula, amit eddig még igazából még kutatók sem láttak, más kutató sem látott, és képes volt arra, hogy szintetizálja a Beregszánszi levéltárban levő, illetve a budapesti központi levéltárakban levő iratokat. Az erőszaktörténeti aspektusból pedig azért különleges, mert a Tanácsköztársaság erőszaktörténeti aspektusával szintén nagyon kevesen foglalkoztak, de az intézetünk mind a vörös, mind pedig a fehér terror történetét felkívánja dolgozni, tehát egyfajta balanszot próbál megképezni a két narratíva között. A feltárt tragédiák között akadt olyan is, amely Szatmárcseként történt. Amit talán a szabolcsi vagy beregi szatmári olvasók is szívesen olvasnak ebbe a kötetbe, az erőszak megnyilvánulásának formái belül található egy olyan fejezet, amelyik konkrétan a szatmár csekei csendőrös ostromáról szól. Itt azt kell elképzelni, hogy Beregszászból érkeznek vörös katonák, és tulajdonképpen egy tűzharc keretei között szatmár csekén több megölnek két csendőrt, illetve rabul ejtenek több helyi lakost, és ugye őket fogják majd elhurcolni Budapestre túszként. Tehát van mit helyi lakosoknak is olvasni és keresni ebben a kötetben. A kutató úgy látja, a forradalmi törvényszék ítéleteit sok esetben alaptalanul hozták meg, és brutális kegyetlenséggel hajtották végre. Nekem igazság szerint a legmegdöbbentőbb kategória az volt, ahogyan ezek a perek, a forradalmi törvényszékeknek a perei, ahogy lezajlottak, illetve tehát, hogy mellőztek mindenféle fajta vádiratot, nyomozást, hanem tulajdonképpen ezek ilyen mondva csinált perek okok, indokok alapján végeztek ki embereket. És tehát az a megdöbbentő primitívség, ahogyan az embereket kivégezték. Tehát így egy akasztásra gondolok, illetve sortűzök keretei között, ahogyan a vörös terror tényleg, ezek teljesen megdöbbentő folyamatok voltak, hogy mi módon hajtották ezeket végre. A szerző hozzátette, a könyv elkészülését egy év levéltári kutatás és egy év írás előzte meg. Kosztió Gyula a budapesti, a beregszászi, a nyíregyházi és a sátoralja újhelyi levéltárak forrásai alapján írta meg hiánypótló könyvét.